Az Európai Uniónak vannak jó tulajdonságai, meg vannak rossz tulajdonságai, bár mindig meg kell jegyezni, hogy az unió, mint olyan, az, az, az nem egy valami önálló entitás a mai napig sem, hanem a tagországok összessége. Tehát amit a tagországok akarnak, az van, amit a tagországok akarnak, vagy nem akarnak, az meg nincs. Na most, nyilván mi a jó? Az a jó, amiben a tagországok tényleg meg tudnak állapodni, és tényleg előre mutató a történet, van egyébként rengeteg ilyen, ezek az úgynevezett közös politikák, ahol együttesen lépnek föl ezek az országok. Nyilvánvalóan egészen más a, 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 a tárgyalás mindenkivel. Most csak gondolok arra, hogy például az Európai Unió fele annyiért szerzi be a gázt jelen pillanatban, közös beszerzés alapján, mint Magyarország, amely kimarad ebből, vagy mert nem akar belelépni ebbe a közös beszerzésbe. Mi ezért kétszer annyit fizetünk a gázért, de hát ez, ez nem az unió problémája ez Magyarország problémája. Ami nem azt mondom, hogy rossz az Európai Unióban, de mondjuk így mindenképpen javítani való, az az, az hogy a döntéshozatal az óhatatlanul borzasztó lassú, hiszen 27 tagországnak a dolgát kell összehangolni, és ilyenkor a tagországok kicsit élnek a egymás közti zsarolás eszközeivel, ezen, ezen érdemes lenne változtatni, például akár azon az áron is, hogy le, e, bizonyos kérdéscsoportokat el kell különíteni, e, ahol mondjuk ezeket a zsarolási lehetőségeket megszüntetnénk, például a e, vétójogot. Létezik egyébként ilyen például a külpolitikában, ezt konstruktív tartózkodásnak hívják, ami azt jelenti, hogy ha én valamivel nem értek egyet, na bum, hát nem szavazom meg, de semmiképpen nem akadályozom meg a többi 26-ot, hogy ő előre lépjen. Tehát magyarul az unióban az intézményi terepen kéne egy kicsit fejlődni, de leginkább én azt mondom, hogy a tematikán kéne erősíteni, hogy sok mindenre foglalkozik az unió, de legfőképpen a szociális kérdésekkel kéne foglalkozni. Vannak jó kezdeményezések, de nagyon nem elég, és ez, erre mondom azt, hogy ez nem jó az Unióba. Például a lakáskérdés tekintetében, például a társadalombiztosítás tekintetében, például az oktatás tekintetében Sokkal több közös dologra tehetnénk szert, mint amennyi most van. Én azt gondolom, hogy az Unióban, ha, ha így merül fel a kérdés, hogy mi a rossz, az, hogy nem teljes értékű unió. Az unió teljes értékűvé kéne tenni.